Atyán, köszönjük neked, hogy a názáti Jézus Krisztust a halálból föltámasztottad, és beállítottad a főpapi szolgálatodba, hogy érettünk közben járjon, és köszönjük neked, Uram, hogy a véredet fölvited a kegyelemnek a királyi székébe, és köszönjük, hogy ebben a vérben semmilyen hibát, semmilyen szeplőt nem találtak a kerubok sem, és ez a vér az új szövetségnek a vérelet amely által megváltottál bennünket atyáinktól örökölt hiába való életből, bűneinkből, vétkeinkből, és nem a világhoz tartozunk, hanem te hozzád, Uram, az Istenek az országához, amely igazság, békesség és szentszellemtől való öröm. És köszönjük neked, Uram, hogy a mai napon is nyitva van a mennynek a kapuja, és bizalommal járulhatunk a jelenlétedben. És áldunk magasztalunk azért a jótéteményedért, mindenek előtt a személyedért, amivel megajándékoztál bennünket, és nyilvánvalóvá tetted, és visszavonhatatlanná Isten irántunk való szeretetét. Hogy te, mint jó pásztor, életed adtad életünk, és köszönjük, hogy az életünk a te kezedben van, és őrzel bennünket, védelmezel bennünket, a vizen megyünk át, el nem borít bennünket, a tűzön megyünk át, el nem, me meg nem éget bennünket, mert te velünk vagy, és neveden, nevünkön szólítottál bennünket. Dicsérünk és áldunk téged, hogy az ellenségeinket legyőzted, mert lefegyverezted a fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadal menedben mutogattad ezeket, és lefegyverezted, elvetted tőlük a fegyvereket, és lábaid alá vetetted, és köszönjük neked, Uram, hogy felruháztál bennünket hatalommal, hogy mi is ellenálljunk az ördögnek, mert meg van írva, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfutasz tőletek. Uram, segítségül hívjuk a te hatalmas nevedet. Azt a nevet, amely tele van a te hatalmaddal, életeddel, személyeddel, dicsőségeddel, ajándékaiddal, és kérlek, hogy ezt a nevet ted valóságossá minden jelenlevőnek, nézőnek, hallgatónak az életében, hogy aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabaduljon minden nyomorúságból, démonoktól, átkoktól, mert te azért jöttél, hogy az ördög minden munkáját leromboljad. Köszönjük neked a győzelmet! Köszönjük a halál fölött, a pokol fölött, az alvilág fölötti diadalmadat, és köszönjük, hogy ezt a hitet, a diadalomba vetett hitet adtad a mi szellemünkbe, hogy ne csüggedjünk el, mert te velünk vagy, megőrzöl bennünket, és az a hit által mi is képesek vagyunk a te támogatásod és a szentileg vezetése által legyőzni ezt a világot és mindazt, ami a világban van, a testkívánságát, a szemkívánságát és az életnek a kevéségét. Kérlek, atyám, a szentileg által szóljál, a testvérekhez, jelenlévőkhöz, nyisd meg a szívüket, vedd le a szívükről a közömbösséget, fásultságot, az ellenkezést Isten szemben, és az engedelmenség szellemével támogasd őket. Rombold le az elméjükben minden magaslatot, okoskodást, és minden olyan ellenvetést, érvelést, amely akadályozza őket a te személyednek mélyebb megismerésében, és veled való azonosulásban, a veled való egyesülésben. Kélek, áraszd ki a te szellemedet, és vigasztald meg a gyászolókat, adjál nekik, Uram, nyugalmat, szívükben hitet az elveszettekkel kapcsolatosan, szereteikkel kapcsolatosan, hogy vigaszt tudjanak szerezni a Szent Élek által. Imádkozunk az ukrán testvéreinkért, hogy vigasztald meg őket, el az országokban békességet, nyugalmat, hogy vissza tudjon állni az életnek a rendje, a természetes élet rendje, és meg tudja dicsőíteni a te nevedet ott élő emberek életébe, hogy a gyülekezetek újra helyre tudjanak állni, tudjanak tégedet szolgálni igazságban, szentségben, örömben. Kérünk téged, atyánk, hogy vesz véget az öldöklésnek, és tetesd le a fegyvert a, az emberekkel, és szabadíts meg, Uram, ezt a térséget a háborúságtól a názati Jézus Krisztus hatalmas nevében. szabad fel, Uram, a te kegyelmedet erre a népre, akik itt élnek ebben a régióban, hogy megismerjenek minél többen tégedet, hogy el ne hanem örök életet nyerjenek. Áld meg, Uram, a, a választást, áld meg az embereknek a döntését, hogy olyan bölcs, okos döntést hozzanak, amely az országnak a felvirágzását, fölemelkedését szolgálja. A rombod le a sötétségnek az erőit Magyarország fölött, Budapest fölött, a városok fölött, falvak fölött egyaránt. Hius is meg az Isten ellenségeinek, a sátának az érdekeit, terveit, céljait, a provokációit, a názeti Jézus Krisztus nevét dicső is meg ebbe az országba, hogy minél több újjászületett ember legyen az Isten igényébe vetett hit által. És dicső is meg a nevelet ebben a városban, ebben az országban, ebben a népben, a názati Jézus hatalmas nevében, amely név áldott most is mindörökké. Mondjuk közösen, hogy Amen! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Kisztus nevében. Ez a név, amiről az Isten égé azt mondja, hogy ha segítségül hívjuk, akkor nem csak megszabadulunk, hanem Istenek a javait és Istenek az áldásait is birtokba vehetjük. Szeretnék beszélni a szellemi harcnak a legbukta, legaktuálisabb frontjairól, mert azt gondolom, hogy nem csak természetes, politikai, kulturális szinten, hanem szellemi szinten is zajlik a háború küzdelem, és természetesen ez szoros összefüggésben van a természetes dolgokkal, társadalmi csoportokkal, közösségekkel, és egy bizonyos területekre szeretnék rámutatni, ami, amely területekért rendkívül fontos, hogy imádkozzunk, és ha van lehetőségünk, és van lehetőségünk, akkor okos döntéssel befolyásoljuk, hogy a területek ne kerüljenek az ellenségnek a fennhatóság alá, eh, hanem egyre inkább Istennek a kegyelmének a befolyása alá kerüljön. Először is az egy Timóteushoz itt levél negyedik fejezetéhez, kélek benneteket lapozzatok, az első igét én itt olvasom föl, amely igazából egy profécia. Pál apostol, tudjátok, hogy apostol volt, az apostol azt tartalmazta mindez öt szolgálati ajándékot. A, az öt szolgálati ajándék pedig a következő. Az apostolok, pászorok, proféták, evangélisták, mit hagytam ki, tanítók. És Pál apostolnál láthatjuk, hogy olyan erős kened volt rajta, hogy nagyon működött nála a kielentés szelleme, és a kielentés szelleme gyakran tudománybeszédében is megnyilvánult, a tudománybeszéde pedig a jövőre vonatkozó információkat is tartalmaz. Például az egykor Timóteushoz írt levél negyedik fejezete ilyen információkat tartalmaz, és ezek az információk eddig is aktuálisak voltak, de a mi életünkben, a napjainkban különös aktuálissal, aktualitással bírnak. És természetesen ezt Isten nem csak azért adja, jelentette ki, adja nekünk ezt az ismeretet, hogy egy ismeretre jussunk, hanem azért, hogy könyörgéseink, imádkozásunk, szellemi életünk és természetes cselekedeteink által is be tudjuk folyásolni ezeket a területeken, hogy az ellenségnek ne legyen a prédája. Egy Timóteushoz itt levél, negyedik fejezete, felsorol néhány ilyen területet, amelyet különösen a mi napjainkban támad az ellenség. Tudjátok, hogy a Biblia, különösen az Új Szövetség két királyságról beszél. Ez a két királyság szellemi természet fölötti elsősorban, nyilván sok természetes hatalmi rendszer van, de a szellemi világgal kapcsolatosan a Biblia, két nagy birodalomról beszél, az egyik az Isten királysága, a második pedig a sátán királysága. Ezek már ősidők óta konfliktusba állnak egymással, ez a konfliktus még az Ádámnak a teremtését is megelőzte, és természetesen az Ádám teremtése után ez a küzdelem még intenzívebb lett, majd a názáti Jézus Krisztusban Istennek a teljes kinyilatkoztatása jelent meg a világban, és ezután, különösen a világból való távozása után Jézus Krisztusnak, a két világ szellemi bi eh, birodalom közötti konfliktus még élesebb lesz, és a tetőpontja a korszaknak a végére tehető, illetve elhagyhatjuk a feltételes módot, hanem egyértelműen ennek a korszaknak az utolsó éveiben éri el a szellemi konfliktus a tetőpontját. És ennek a konfliktusnak a területeit szeretném nagyon gyorsan, vázlatosan átvenni, mert ugye nagyon fontos területek és nagyon sok kijelentés, igazságot találunk a Bibliában ezekről a területekről, és egyáltalán nincs erre most lehetőségünk, hogy nyilvánvalóan, hogy minden igazságot számba vegyünk. De a leglényegesebbet igyekszem. Tehát első verszaktól olvasom. A szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Kitető szellemekre és gonosz szellemek tanítására figyelnek. Hazuk beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve saját lelkismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledektől való tartózkodást, amelyeket Isten teremtett háladással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot mert Istennek minden teremtett állata jó, semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Mert megszenteltetik Isten igéje és könyörgése által. Ezeket, ha eleikbe adod atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel. Táplálkozván a hitnek és jó tudománynak a beszédeivel, amelyet követtél. A szentségtelen és védasszonyos meséket pedig eltávoztast hanem gyakoroljad magadat a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség, minden haszno, kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek az ígérete. Mondjunk rá egy áment, ami azt jelenti, hogy úgy van, így van. Nos, tehát, ez, ahogy ma említettem nektek, ez profécia a Szentlélek mondta, jelentette ki Pálapostolnak, de másnak is kijelentette erre az időre vonatkozóan, tehát azt állítja a Szentlélek, és hát az, az, látjuk ezt a, a, a mai világban, a napjainkban, hogy sokan elszakadnak a hittől, és azért, mert csaló és hitető szellemekre, illetve démonokra figyelnek. Nos, tehát itt első verszakban elsősorban keresztényekről van szó, akik ugye az újjászületéskor a, kapj, kaptuk meg a hitet. A hit az elsősorban bibliai, bibliai tényekre, illetve Istenek az igazságára, igényére irányul. De olyan tényeket tartalmaz a hitnek a tárgya, amelyet érzékszerveinkkel nem tudunk megragadni, tehát az érzékszerveink fölött álló tényekről beszélünk. Például a legfontosabb Biblia tény, a názati Jézus Krisztusnak a halála, és a názati Jézus Krisztusnak a föltámadása, és ezen belül is a legfontosabb, hogy az Isten, aki elküldte a názati Jézus Krisztus, föltámasztotta Jézust a halálból, illetve názati Jézus Krisztus az a személy, aki engedelő áldozatul adta a bűneinkért magát, és föltámadott azért, hogy az Istenek az igazságából ingyen kegyelemből részesülhessünk. Tehát itt azonnal három nagyon fontos tényt állít. A, 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 ez egyébként a Rómaiakhoz itt levél negyedik fejezetének az utolsó két verszakába található, amely a Biblia hitet tartalmazza. A Biblia hit, tehát ez a Biblia hit, az üdvözítő hit, amit a, 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 természetesen, a, amik itt beszél Isten igéje, hogy a hittől elszakadnak az emberek, az nem azt jelenti, hogy hitetlenek lesznek az emberek, vagy mindenki hitetlen lesz, hanem rátérnek az emberek hamis hitre, olyan hitet fogadnak el az emberek, amelyeket nem a Szentlélek tett helyzetbe az, az embereknek a szívébe a Szentlélek teszi lehetővé a hitnek a megszületését, amíg utána hallottuk az evangéliumot, vagy halljuk az evangéliumot, hogy Pálapostól mondja az egykorintus belérkezett levélben, hogy senki nem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által. Tehát a Szentlélek hozza létre a hitet, de egy dologról ne feledkezzünk el. A Szentlélek tartja fönn a szívben a hitet. Ugyanis, hogyha elszakad valaki, a Szentlélekkel való közösségtől, akkor nagy valószínűség szerint eltorzul a hite. Mert a Szentléleknek folyamatos szerepe van a hitnek a fenntartásában is, mert a hit is szellem. És ráadásul Szent Szellem, tehát az Istentől jövő szellem, mert ami Istentől jön, az, az mind szellem. És ez az Isten igének a hirdetése által jön. Ez az oka annak, hogy ugyan némely emberek újjászületnek, de a Szent Élekkel való kapcsolatot nem tartják fönn, és ha nem tartják fönn a Szent Élekkel való kapcsolatot, akkor természetesen a bibliai hit megszűnik, és vagy pedig eltorzul. És erről beszél a pálapostól, hogy a Szent Lélek helyére az ilyen esetben csaló szellemek, nyilván tisztátalan szellemek és démonok lépnek be, és az emberek a hitüknek a tárgyát, tárgyát nem a kinyilatkoztatásban, nem az evangéliumi tényekben, nem a mennyei tényekben fogják megtalálni, vagy fenntartani, hanem valami egészen másban. És erre utal Pálapostól, hogy ez a szellem erőteljesen fog munkálkodni, működni az utolsó napokban, és felhívja a figyelmet hogy melyek azok a területek, természetes közösségek, intézmények, ahol különösen megjelenik a csaló hitető szellemeknek és démonoknak a tanítása. Az első ilyen nyilvánvalóan a házasság, ezt sorolja föl, a házasság alatt nem csak a házasságot kell érteni, mert a házasság az ugye a családnak az alapja, a család a házasságban nő, de a társadalomnak és minden gyülekezet közösségnek, és így az egyháznak is az alapja egysége. Tehát ilyen módon a társadalmat a legalapvetőbb egységét bontja föl. Az utolsó időkben a csaló hitető szellem. És nyilván itt nem csak a házasságoknak a torzulására vagy megsemmisülésére kell gondolni, hanem ennek drámai hatása van nyilván a társadalmi viszonyokra is, mert kell érteni, hogy a társadalmi rendnek, és a, 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 az erkölcs, különösen az erkölcsiségnek, társadalmi viszonyoknak az alapja nem a gazdasági viszonyok, a tulajdonviszonyok, mind ahogy azt régebben tanultuk, hanem pontosan a házasság, a, a, a Majd beszélek arról, hogy miről van szó, a legalábbis a Biblia alapján mi a házasság, tehát az első a házasság erre épül a család, és nyilván érinti a családot, és természetesen a családról beszélünk, akkor a gyermeknevelést is érinti. Tehát házasság, család, gyermeknevelés, ezek összetartoznak. Ez a három nagyon fontos terület, amelyben e, e, amely látjuk, hogy ösztűz alatt áll, a, a különösen a nyugati kultúrában. Következő, amit mond Pálapostól, erre részletesen nem fogok kitérni, az étkezés, és nyilván olyan eledelekre vonatkozik, a nem minden nyilván teremtett dologra vagy állatra vonatkozik, hanem olyan teremtett állatokra, amit Isten direkt élelmezésre teremtett. Azért osztott létre Isten, hogy hogy az emberek ezzel táplálkozzanak és a fizikai egészségüket és a biológiai életüket tartsák. Ez a második, amire amire utal. És utal arra, hogy még egy fontos dolog hogy az igazságot a mesékkel vagy mitoszokkal helyettesítik az eredeti kifeje és a vénasszonyos beszédek, az eredetiben a vénasszonyos mitoszokról van szó. A Bibliában a mitosz egy kicsit más tartalmú, mint amit a kultúrában vagy irodalomban tanultunk, vagy tanultatok. A mitosz az egy ellenőrizhetetlen információ, olyan állítások, amelyek, amelyek nincsen, amelynek nincsen valóság tartalma. Például hát Biblia alapján ki lehet mondani, hogy tudományos elméletek is mitosz kategóriába sorolnak. A sor, a sorolhatóak a Biblia alapján. Például bármennyire is botrányos, amit most mondok, az evolúció is ide tartozik, mert az anyag, az, ne, az, az, az a Biblia alapján önmagában nem rendelkezik élettel. Az élet maga az Isten, és minden élet forrá, életnek a forrása maga az Isten. Anyag önmagában nem tud mozogni, nem tud élni, ha csak az élő Isten tudja a szelleme által megeleveníteni, és hála Istennek, hogy a Földön jelen van nagyobb mértékben Istennek a szelleme. Ez az oka annak, hogy a Földön biológiai és más formájú életeket is tapasztalunk, és, 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 és mi is ennek a manifestációi vagyunk dicsőség Istennek, tehát mi az élő Istenbe hiszünk ezért, és semmi olyan dologban nem hiszünk, ami élettelen tárgy, tehát ilyen ezért a a bálványokba se bizunk, és nem imádjuk azokat, se az emberek által készített alkotásokat nem csodáljuk, nyilvánvalóan benne a megtestetlő az embernek a tehetsége, de semmiféleképpen nem lehet a hódolatnak, imádásnak és a szeretetnek a tárgya. Tehát ennyit erről, és még sok más mitosz el tudnénk mondani, és az emberek rendkívül sok mitoszba hisznek, tehát minden olyan ellenőrizetlen és bizonyíthatatlan állítást, a, például az egész filozófiai rendszer, a filozófiai történelem mitoszokból áll. Tehát nagyon kevés olyan állítást tartalmaz, amely egyetlen tényszerűen a valósággal áll eh, egységben. Tehát a Biblia, és illetve a Szentlélek jó előre tudta, hogy miért mondja a pálapostól, hogy szentségtelen vénasszonyos, tehát miért ezt a kettő jelzőt használja, ez egy nagyon érdekes felvetés, de mindenféleképpen ezzel most nem akarok foglalkozni, de, hanem csak arra akarok rámutatni, hogy az embereknek az utolsó időkben nagy része, nem az Isten igéjével foglalkozik, elszakadnak a hittől, és ezért a mitoszokba, tehát valótlan, nem valóságot tükröző állításokba vetik a hitüket, ilyen divatos eszmékbe, ideológiákba, és ezzel töltik be fejüket, és ezeken vesznek össze, és ezekért harcolnak, hogy melyik jut egy társadalomban, domináns helyzetben, és többnyire az oktatásban és a tananyagokban ezek a mitoszok jelen vannak. Egészen biztos, hogy az Úrnak a visszövetele ezen a területen is hatalmas nagy változás jelent, mert ellenőrizhetővé válik, és nyilván vonatkozik a vallásra is, mert a vallás is tele van mitosszal, tehát ellenőrizhető válik, hogy melyek állításoknak van valóság tartalma, és melyek állításoknak nincs valóságos tartalma. Tehát ebbe beletartoznak a politikai, társadalomtudományi, vallási, kulturális állítások, mind beletartoznak, hogy ez igazából ezért vigyázni kell, hogy egyetlen egy abszolút végső igazságot tudunk ma az emberek elé állítani, és ezért ezt az igazságot nem kell szégyelni még akkor sem. Hogyha a csaló szellemeknek és démonoknak az uralma alatt áll ma a szekuláris kultúra, és jelentős befolyása van a keresztény világra is, tehát az Isten igényére vonatkozik, hogy nem kell szégyelned Istenek az igényét, és ne csodálkoz azon, hogy a mitosznak a követői kicsupolják, kinevetik azokat az embereket, akik Isten igényét állítják el a középpontba és a, meg vannak róla győződve, hogy Istennek a beszéde az meg fog állni, ahogy Jézus saját, is bizonyságot tesz Isten beszédéről, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Tehát egészen biztos, hogy nagyon sok elmélet eltűnik, de Istennek a beszéde meg fog maradni, sőt a Zsoltáros uh, nyilvánvalóvá teszi, hogy a mennybe is meg fog maradni, tehát, hogyha ez a föld megszűnik, illetve a régi ég megszűnik, akkor is az Istennek a beszéde megmarad örökkön, örökké. Tehát ezért mi az Istennek a beszédét nem szégyeljük. És nagyon fontos ebben az időben, amikor a szakadásoknak az eseményeit is látjuk, hogy megerősítsék az Istenfélő emberek, akik szeretik az Urat, és megtartották a közösséget a Szentlélekkel, hogy ne bizonytalanodjak el, bizonytalanodjanak el, hanem légy erős Istenek az igéjében. Ma nagyon aktuális, hogy a hívők a bátran képviseljék Isten igéjének az abszolút jelentés tartalmát, igazságát. Tehát abszolút igazságát. Minden időben fontos, de különösen olyan időben fontos, olyan napokban fontos, amikor ösztőz alatt áll Istennek az igéje, és látható, hogy olyan emberek is elbizonytalanodnak a kijelentés tudományában, a kinyilatkoztatásban, akik már elfogadták Jézus Krisztus és is, uh, ismeretre jutottak, de értsétek meg, hogyha ismeretre jutottál az Úrban, a Szentlélek tártal tud ez az ismeret megmaradni a szellemedben. Az ismeret nem hoz létre egy kényszert, egy kényszer erő alá nem kerül az embernek a szelleme, hanem közösségben marad meg, az Istennel való közösségben marad meg, pontosabban a Szent való közösségben marad meg bennünk az Istennek az ismerete, illetve az Istennek az igéje. És éppen ezért folyamatosan táplálkozunk Istennek az igéjével, hogy a hitünk egyre világosabb legyen, egyre nyilvánvalóbbá váljon a tárgya, ahogy Isten igéje mondja, hogy a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, reménylet dolgoknak a valósága. A nem látott dolgokról és a reménylet dolgoktól nagyon könnyen el tud az embernek az elméje és a lelke távolodni, mert az érzékszervek nem tesznek bizonságot, a láthatatlan dolgoknak és a dolgoknak az igazság tartalmáról. Miért nem? Mert említettem nektek, hogy az érzéki tapasztalatok fölött álló tény. Például a názati Jézus Krisztus halála, a názati Jézus Krisztus föltámadása. Egyikünk sem látta ezt, nem voltunk ott, ezelőtt közel 2000 éve eseményen, Egyetlen egy személy volt ott, aki most jelen van, a világban, a Szentlélek, és nem véletlenül, hogy a Szentléleknek a bizonyságára helyezzük a hitünket, hogy ő az, aki a názati Jézus Krisztusnak a föltámadásáról ad az emberek neben, hogyha befogadják az evangéliumot, bizonságot, hogy a názati Jézus Krisztus föltámadott a halálból. És nem maga erejéből támadott föl, hanem Isten támasztotta föl a halálból. Tehát ez vonatkozik az Isten a, és a fiúnak a kapcsolatára, ami elengedhetetlenül fontos az üdvözítő hitre. A hitetekre, vigyázatok, ez a legféltettebb kincsetek, mert ha a hit eltorzul, akkor minden eltorzul a hívő életben és a szellemi életben, és belekerülnek sajnálatos módon nagyon sokan okkultizmusba, olyan gonosz szellemeknek a befolyása alá kerülnek, amely a bibliai tényekkel ellentétes információkat sugalnak az embereknek a szívébe, és az ha átadja az ember ennek magát, akkor ráadásul még meggyőződésre, meggyőződésnek az erejét is létrehozza az embereknek a szívébe. És ez ma korunkban egy nagy probléma. És nem csak Jézus Krisztus személyével kapcsolatos, mert gyakran, ugye, a názati Jézus Kisztus személyével kapcsolatosan nem ellenőrizhető, hogy valakinek a hite precíz, pontos, valóban hisze Jézus Krisztusban. Ezt leginkább az Isten igényének való engedelmességben lehet ö, ö, gyakorlatilag ellenőrizni. Hogy bizonyos területre, például utolsó időkben hisze abban, hogy az Isten a házasságnak az intézményét hozta létre, illetve ő hozta létre. Hiszen azokban a kijelentésekben, amelyet Isten mond a házasságról. Ez ma az utolsó napokban, ahogy Pál Apostol mondja, ez egy nagyon fontos, hogy mondjam, ellenőrzés, ellenőrzési pont, hogy lehet ellenőrizni valakinek, hogy valóságos hite van-e a názati Jézus Krisztusban, vagy nem. Miért? Mert nyilvánvalóan a házasságról szóló igazságokat is, még a megtestesülése előtt Krisztus jelentette ki, de az Új Szövetségben ezt megerősítette. De menjünk tovább. Tehát az Elederről is beszéltem, mitoszról beszéltem. Még egy dolgot hadd emeljek ki, csak utalásképpen, az edzés. Itt a gyakorlás szóval adja vissza a Károli Gáspán az eredeti kifejezést. Itt a probléma az, és a tévegésnek a tárgyát az képezi, hogy az emberek azt gondolják, hogy a jelen való életet és az örökké való életet fizikai edzéssel, akkor mitoszokkal, akkor nyilván házasságellenességgel, és mit tudom én mondjam így, tudományos étkezéssel, persze nem a tudományos étkezésre, de mindenki tudományosan írja meg a könyveket az étkezésről, és ellenkétkező dolgokat állítanak olyan, dolgokról, olyan élelmiszerekről, ami, eh, amit általában fogyasztanak az emberek, egyszer azt mondják, hogy ezért káros, máskor utána felfedezik azt, hogy nem káros, hanem nagyon fontos, hogy fogla, fog, eh, érkezzünk vele, mert az egészségünk számára, egészségünk számára eh, elengedhetetlenül fontos. Azt gondolom, mindenki már tapasztalt ilyeneket. Tehát látjuk, hogy ezen a területen is óriási nagy zűrzavar van. De akik Isten igéjébe hisznek, azoknak az elméjük és a szívük nem zavarodik meg. Edzéssel kapcsolatosan. Itt nem azt mondja, hogy az edzés értelmetlen, hanem azt mondja, hogy kevés haszna van. Az edzéssel nem tudod az életedet meghosszabbítani, mert ha igaz lenne, akkor az élsportolók élnének 80-100 évig, és akik nem sportolnak, azok nagyon rövid lesznek. Bár némelyek állítják ezt, de valójában azt mondja Isten igéje, hogy a, a testnek, az edzésének Kevés haszna van, de van haszna, és sokszor szükség van a kevésre is. Egyet értünk? Akkor menjünk tovább. Tehát de Pálapostól azt mondja, hogy ez a kevés gyakorlás, vagy a kevés, edzé, kevés haszon, ami a testnek az edzéséből származik, ennél sokkal nagyobb edzést ajánl az Isten félelemre való edzést. Mert azt mondja, az Isten félelemre való edzésben van a jelen való életnek, a, és a eljövendő életnek, vagyis az örök életnek az ígérete. Tehát valójában ez az egész csalás és a hitetés az élettel áll összefüggésbe. Hogy az emberek az életet nem Istenben, nem az igében, nem a názati Jézus Kisztusban keresik, hanem bizonyos dolgokban keresik, és így szeretnék a, az életüket meghosszabbítani, illetve jó életminőségre szert tenni. És ezzel szemben állítja tehát Isten igény azt, ami, amit felolvastam. Hogy a házasság ez hogy fog összefüggésben? Igen, látjuk, hogy igen. Ugye gyakran a, a, a látják, hogy a terhesség, gyermekszülés, és így tovább, a több gyermeknek a vállalása milyen gondokkal jár, milyen nehézséggel jár, és nagyon sokan nyilván a, a biológiai életüknek a védelme érdekében, és ebbe beletartozik a testnek a szépsége, üdesége karcsúsága, és így tovább, hogy ennek a védelme érdekében inkább nem vállal gyermeket, vagy pedig szingli életet él hogy többet tudjon foglalkozni a testével, és persze ez csak egy felszín, amit mondok, de ennél sokkal mélyebb probléma van ezzel kapcsolatosan. De most térjünk rá a házasságra, mert látjuk, hogy ez világ, különösen a nyugati kultúrában nagyon nagy gond, nem véletlenül, hogy demográfiai csapásokon mennek keresztül a nyugati társadalmak, és ugyanakkor ezt nem látjuk a közelkeleti társadalmakon, ezt a demográfiai csapást nem látjuk az ázsiai társadalmakban, tehát éppen ezért azért nézzük meg, hogy ezen a területen, a, a, a például a nyugati társadalmak, akik hát a kereszténység úgymond megismerték, és hosszú évszázadokon keresztül volt kapcsolatuk a kereszténységgel, hogy miért van, ez az állapot, ami kialakult, és mi az oka annak, hogy, hogy, óriási nagy népességi csökkenés és katasztrófa elé néznek a nyugati társadalmak. És ugye ráadásul olyan divatos eszmék alapán, vagy mitoszok alapján maradjunk a mitoszokra, nál, a mitoszokon alapuló Eszmék, illetve mozgalmak indultak el, amelyek nem javítják ezen a területen a helyzetet, hanem drámai romlást, még a, ami megmaradt ebből épség, azt is el akarják pusztítani, tönkre akarják tenni. És éppen ezért nézzük meg, Először elsősorban a házasságot, a családot, a gyermeknevelést, újra mondom, vázlatosan igyekszem megtekinteni. Ahhoz, hogy a házasságot megértsük, hogy mi van, sajnos ilyen egyszerű dolgokkal kell foglalkozni, az eredetét kell ö, elsősorban megismerni, illetve akár milyen nyomás alá is kerülünk, és nevetség tárgyává válik, a házasságnak az eredete, hogy ez hogy jött létre, ennek ellenére nem szabad, hogy ezzel kapcsolatosan a Bibliának a beszámolását, beszámolóit, mert két, terüle, két fejezetben beszél az embernek a teremtéséről, Istennek az igéje, hogy szégyeljük. Tehát ne szégyeld az ember teremtésének a történetét, hogy hogy teremtette Isten az embert, és hogyan hozta létre a házasságot ez nem mitosz, hanem az a mitosz, amivel, amit felhoznak ezzel szemben. Tehát azok a tagadások, amelyekkel próbálják ezt a bibliai beszámolót a nevetségnek, a gúnynak a tárgyává tenni. Nyilván, aki hisz tényleg Isten igéjébe is. Ma újra mondom, hogy ez egy front, terület, front vonal, front terület, ahol a legnagyobb összecsapás zajlik. De nézzük meg először is az első fejezet, 27. verszakában, hogy mit mond Isten igéje az emberről, mert ki, ahogy említettem nektek, kettő formában írja le az embernek a teremtését. 27. versszak teremtéte át Isten az embert az ő képére. Isten képére teremté őt férfiúvá, és asszonyá teremté őket. Megáldá őket Isten, mondd nekik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó, mászó mindenféle állatokon. Tehát ez az első beszámoló, újra ismétlem. Hogy a világ úgy gondolja, hogy gyerekeknek kell ezt a mesét felolvasni, a felnőttek számára ez mese, és ez, ez nem szabad, hogy egy felnőtt, művelt ember ezt a beszámolót komolyan vegye. Én azért veszem komolyan, mert a kinyilatkoztatásnak ez alapvető fontosságú része. Ezen alapul és erre épül föl az emberre vonatkozóan az Istenek a terve. Az első beszámoló a nemi különbségre teszi a hangsúlyt. A nemi különbségre teszi a biológiai, nemi különbségeken van a hangsúly. Tehát az, hogy az embert himnemű emberré és nőnemű emberré teremtette. Himnem, nő nem. Az eredeti kifejezések itt egészen mások, mint általában a Bibliában a férfira és a nőre gyakran használatos. A zákára férfi, az a himnemű. A nőre pedig nökébá, az a nő nemű. Tehát itt egyértelműen a különbségregen van a hangsúlyt. Ma ugye azt állítják, hogy ez egy ilyen járulékos sajátossága az embernek, a biológiai nemi identitás. De nem erről beszél a Biblia. Hanem ez, ez az ember személyiségének a lényegéhez tartozó. A lényege nyilvánul meg. Tehát nem csak egy biológiai sajátossága, biológiai nemi identitás, hogy abban benne van például a hímnemben, a, a hímneműnek a szelleme és a lelke is, és ugyanúgy vonatkozik a nőnemű emberre is, hogy benne van a lelkében és a szellemében. Tehát nem csak biológiai nemi identitásban van különbség, hanem a lelkében és a szellemében. Nem azt jelenti, hogy különbségek vannak, mert egy értékű, a kettő, ugye Isten először az első kijelentés, hogy Isten képére teremtette. Ezt többféleképpen lehet értelmezni. Különösen hozzáteszünk még a hasonlatosságot is. A hármasságot, szellem, lélek, test. Tehát ez ugyanez megvan a nőnél, és ugyanez megvan a férfinél. Tehát csak azért a véreértés elkerülése végét szeretném hangsúlyozni, hogy itt egyen értékűségről van szó, de Benne van az egyenértékiségben értékiségben nem csak a biológiai nemi különbség, hanem a lelki és a szellemi természetben való különbség is. És látjuk ezt az, például az új szövetség ezt is megerősíti, amikor Pál Apostol, Péter Apostol azt mondja, hogy a férfiak tiszt a, a gyengébb nemnek, és itt is nem csak fizikai gyengeségről van szó, hanem az egész személyiségre vonatkozik Péter Apostolnak a megjegyzése, hogy tisztelettel bánjanak a férfiak, tehát tiszteletet adjanak a férfiak, vagyis a férj a feleségének. Világos? Nos, tehát, az első, mert másképp, hát ha olvasod tovább, szaporodás, sokasodás, hát hogyan jönne létre? Hogyan tudtunk volna idáig eljutni? Annak ellenére, hogy mondtam, hogy a nyugati társadalmat demográfiai csapás sújtja, de éppen ezzel áll összefüggésben, hogy a nemi identitásokat összezavarják, és sajnos gyerekeknek a fejébe kezdik egyre nagyobb mély zavart válságot létrehozni. Például ezért megyek szavazni. De nem mondom meg, hogy hogyan, de egyet találhatsz, de ez maradjon ez a válasz nálad. Tehát a szaporodás és a sokasodás, ugye ez az alapvető rendeltetése az embernek egyben, a reprodukációs képessége, hát másképpen nem tud ez megmaradni. Tehát éppen ezért a biológiai, Nemi különbség, de nem csak biológiai nemi különbség van, újra mondom, hanem ez a személyiségre vonatkozik. Azért mondja a Biblia, hogy az embert himnemű férfivá és nőnemű nővé teremtette. Ez tehát a különbséget jelenti, és ebből a különbségből jön létre a reprodukációs képessége hogy tudja sokasítani magát, gyermekeket tudunk vállalni, fel tudjuk nevelni, gyermekeket tudunk uh, 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 tanítani, és, uh, és meg tudjuk osztani vele azokat az értékeket, amiket képviselünk. Menjünk tovább. A második fejezethez a második fejezetben is van egy leírás, szintén szeretik a modern emberek ezt kinevetni, hogy micsoda nagy mese, és szintén azt gondolják, hogy ez szintén gyerekeknek való, öt éveseknek, négy éveseknek, de felnőtteknek, 40, 50, 60, 70 éveseknek ez nem való. De nagyon is való, mert pontosan a rengeteg mitosz kitörölte az agyunkból, ezt a történetet, hogy nem fogadjuk el szó szerint, ami a második fejezetben le van írva, holott szintén lényeges igazságot tartalmaz a házasság, családra és a gyermekvállalásra vonatkozóan. Következőt olvassuk a 21 és a 25. verszak közötti ige szakaszban. Bocsátta tehát az Úristen mély álmot az emberre, elaluvék, akkor kivet egyet annak az oldalbordái közül, és hússal töltébe annak a helyét. Alkotá az Úristen azt oldalbordát, amelyet kivet vala az emberből, asszonyjá és vibé az emberhez. Monda az ember, ez már a csontomból való csont, és a testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett, annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, lesznek egy testé, ámen. Tehát itt először az Ádámot használja, hogy először Ádámról beszél, nyilván az Ádám férfi volt egyértelműen, de valamiféleképpen az ember te természetének a teljességével rendelkezem, és ugye Isten látta, hogy, egyed hogy van hiány, egyedül érzi magát, nem akarom elmondani a történetet, mert nem erre a hangsúlyt, hanem az, hogy az, miután álmat bocsátott rá Isten, létrehozta Ádámból az asszonyt. Nagyon érdekes a Héber kifejezése. Itt ezután, hogy az emberből létrehozta az isát, és utána, amikor azt mondja, hogy a, férj, a férfi elhagyja az apját, anyját, hogy is szerepel a férfire, is és isa, tehát maga a, szó, a szavak is egyértelműen mit fejeznek ki? A ráutaltságot. Tehát, hogy egymásra vannak ráutalva, hogy a kettő az ember, is és isa, férfi és a nő. Vagyis a férfi és a nőnek az egységében testesül meg, az a természetes élet a rendjében az emberi természetnek a teljessége. Bazony? Még egyszer elmondom. Tehát elaludt Ádám, és nem még egy Ádám jött létre, hanem egy csinos hölgy. Isa. És utána... Az is és az isa egy élet. És erre vonatkozik a kinyilatkoztatás, a házasságnak a legalapvetőbb igazsága, hogy a kettő egyé válik, miután elhagyja apját, anyját. Itt is nem két apukáról van szó, mert két anyukáról, hanem az apját, anyját. Tehát emberek, ez az eredeti rendje a dolgoknak. És mi azért vagyunk hívők, mert annak ellenére, hogy a több évezreden keresztül ez el lett torzulva, de mégis hiszünk a helyreállítás törvényében, és hiszük, ha a malakies proféta szerint, hogy azért látogatja meg a Szentlélek illésnek a kenete, az emberiséget az Úr visszajövetele előtt, hogy a dolgokat az eredeti állapotba állítsa helyre. Amen. És ez vonatkozik, különösen Malakiás, a házasságot az atya és a fiú, tehát az apa és a fia közötti közösségre vonatkoztatja, vagyis a házasságra és különösen a családra vonatkoztatja, tehát egyértelműen a házasságnak és a családnak a helyreállításáról profétál. Ezért hiszem annak ellenére, hogy óriási a lázadás a házassággal szemben, ezzel, ezzel szemben mégis zajlik a világban a házasságnak és a családnak a helyreállítása, ezért, a hívő vagy, neked ezen az oldalon kell állnod, és ezt kell védelmezned. De mondod nekem, Sándor, hát ez egy 6000 éves szakállos történet. Azóta már sok kijelentés jött Istentől. De szeretném most megmutatni nektek az új szövetségben, hogy a názárti Jézus Krisztus ezekkel az igazságokkal kapcsolatosan milyen kijelentést tett a Máté Evangélium 19. fejezetében. Máté 19-hez kérlek benneteket, lapozatok a negyedik és a hatodik verszakot fogom csak felolvasni. Ja, a tanítványokat is érdekelte házasság történet. Aki egészséges, az érdekli. Nyilvánvaló, aki férfi, érdekli, hogy hogy történik. A házasság, az egyévállás, egyé, egyé egyesülés, megismerés, a gyermekvállalás, gyermekszülés, gyermeknevelés, ez a normálisan gondolkodó embereket, akik, ha nem is hívők, csupán tisztelik az életnek a természetes rendjét, ezt messze menőkék respektálják, és ebben képzelik el a jövőjüket, és így szeretnék a jövőjüket megalapozni. Mindenki szeretne egy teljes életet élni. Nők, hölgyek, nem tudtok férfi nélkül teljes életet élni. Természetes szinten, kegyelmi szinten lehet. Ugyanígy fordítva. És ez, ezt, ezt Isten határozta meg. Ez nem a fejlődésnek a terméke, hanem eleve ez az eredet. Ez az eredet, ami azt jelenti, azt nem lehet megváltoztatni. Ez nem úgy van, hogy most egy más törvényt hozunk létre, a régi törvényt kirúgjuk, eltöröljük. A, 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 tradíciót eltöröljük, a kultúrát eltöröljük, és egy új kultúrát hozunk létre. Ez értsétek meg, ez eredet. Hát ez nagyon sok minden olyan tény van mindegyikünk életében, amelyet adottságként kaptuk. Nem tudod megváltoztatni. Akarod, de egyre nagyobb problémát okozol magadba, meg akarod változtatni. Sokkal bölcsebb azt elfogadni, és feladatként tekinteni, hogy feladatként tekintem azért, hogy minél több spirituális örök értéket tudjak benne megvalósítani, és azt hordozni. De nem akarom magamat megváltoztatni. Ma meg ugye az az egyik ember, mit tudom, kutya akar lenni, más, azzal házasodik össze, másik ember azt mondja, saját magával akar összeházasodni, a harmadik ember a parfis nyéllel akar összeházasodni, ilyen is hallottam. Akkor vannak a mű, mű, mű robotok, vagy emberek robotok, azzal kezdtek, elkezdtek házasodni. Maradjunk meg a realitásnál. Ezek mitoszok. A valóságos húsvér emberrel, illetve nővel, férfival kapcsolatosan tud létrejönni. Egy olyan viszony, olyan egység, amelyet a Biblia minek nevez? Házasságnak. Ez nem a kultúrának, az emberi történelmnek a terméke, hanem ez az első intézmény, ami létrejött. Ez az intézmény megelőzte a államnak a kialakulását, vallásnak a kialakulását. Én nem véletlenül, hogy ezért a házasság, a család a társadalomnak az alapja. És ugyanez így igaz az egyházra vonatkozóan is. Na nézzük meg a názeti Jézus Krisztus, ezzel kapcsolatosan mit jelentett ki a tanítványoknak, illetve nekünk. A kérdés ugye a tanítványoknak az volt a vállással kapcsolatosan, hogy az ember a feleségét akármi okáért elbocsátja, az emberem van itt a hangsúly, újra mondom, itt antropos szerepel a görögben, tehát ahogy a Héberben az Ádám szerepel. És következőt válaszolja Názati Jézus Krisztus. Negyedik versak. Ő pedig felelvén mondja, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva, figyeljétek, az embert, mivel? férfiúvá és asszonyá teremti őket. Itt nem az ember használja, hanem az ember férfiúvá és asszonyá teremtette őket. Itt is egyértelművé teszi, hogy ez a kettőből kettő tölti be az emberi természetnek a teljességét, nyilvánvalóan a természetes szinten, tehát nem a kegyelmi, hangsúlyozom, nem a kegyelmi szintről beszélek. És ezt mondá, annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, lesznek a ketten egy testé. Ez teljesen megfelel tehát az ószövetségi kijelentésnek, az eredetnek, ezt erősíti meg Jézus. De mond egy új kijelentést ehhez, hatodik verszak, és ez rendkívül fontos, előre látta az úr, hogy lesz ebből probléma, úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybe szerkeszt, ember elne válassza, tehát azt jelenti, tehát két jelentése van ennek a kijelentésnek. Egy konkrét házasságra vonatkozik, hogy amikor egy férfi és egy nő egyesül, megvalósul az embernek a teljessége. Ebből származik a házasságnak, szokták mondani, a szentsége és elválaszthatatlansága, és ezért hangsúlyozza Pál, illetve Jézus is, hogy a vállás nyilván a, ház, a, a szexuális bűnök miatt történnek legtöbbször, azt Isten igéje bűnnek tekinti. De nem csak ezt jelenti a, 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 a kifejezés, hanem azt is jelenti, hogy a nő és a férfinek a viszonyát nem kell megváltoztatni. Tehát értitek? Tehát nem megváltoztatható, nem cserélhető föl mással. Tehát ez a házasság. Nem választható el, nem bontható föl, nem változtatható meg. Tehát a kettő, a nő és a férfinek az egysége által jön a házasság, és ez nem lehet megváltoztatni. Ez a viszonyulást maga Isten hozta létre. És éppen ezért a ma, akik hisznek Isten igébe, és nem hallgatnak csaló, hitető szellemekre, azok emellett állnak ki, és továbbra is hangsúlyozzák, hogy ez oldja meg a legtöbb problémát a házasságon belül. És ezzel lehet a társadalmat igazából megújítani, és megreformálni, és nagyon sok probléma el fog tűnni a, 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 a társadalomból, ha sikerül a házasságot és a családot megújítani. Ez nem kis feladat, természetesen, nagyon nagy feladat, de látható módon, hogy most is működőképes a modern patriarkális család, a házasság, amit nem gyakran eltorzítanak, hogy misoda rémes dolgokat jelent. Nem jelent ez semmi rémes dolgokat. Nagyon sok eltorzult formáját látjuk ezt például közelkeleten. Mégis a közelkeleti nők nagy része nem akar cserélni az európai nőkkel és a nyugati társadalman élő nőkkel. Azt mondják, még így is jobb, ha, ha úgymond el van torzulva. És nyilván én nem az eltorzult formáját próbálom népszerűsíteni, hanem az igazit, ahol a férfi tisztességet ad a nőnek, és úgy szereti a férfi a feleségét, mint Krisztus, ahogy szereti az egyházat, mert igazából előjele a házasság a Krisztus és az egyháznak, a közösségének és kapcsolatának. Tehát ez az első, ami a legfontosabb, másképp, másképp nem lehet megoldani a nemzeteknek a fennmaradását, mert a szaporodás és a sokasodás nem megoldható. És ebből, származ Euró, ebből származik Európában. Tehát nagyon sok probléma, házasság, családválsága, és látjuk, 2015-ben különösen láttuk, hogy miért nyitották ki az ajtót a, a, a sok ember előtt, akik nem is tudták igazolni azt, hogy kik és honnét jönnek, de szükség volt Európában munkaerőre, aztán hogy ez, ez a várakozás teljesedett vagy ne, ez most nem ránk tartozik, de a lényeg az, hogyha egy nemzet nem tudja a, 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 a népességét, a, a népességi rátát, Járt, egészségesen föntartani, akkor sajnálatos módon, nyilvánvalóan, hogy a nemzetek elveszítik a földjüket, kultúrájukat, és teljesen más összetételű társadalom jön létre azon a földrajzi helyen. És ez nor, természetes, hogy ez így fog létrejönni. Ja, még szeretnék azért még egyet mondani nektek, ami szintén alátámasza a a, az Isten igazságát és szembe állítja a mostani divatos hullámokkal. Az egy korintus belérkezét levél 7. fejezetéből ö, szeretnék felolvasni egy ige szakaszt, mert ö, azért, hogy ne az, az ö, azzal vádoljanak, hogy, ö, hogy, hát akkor azt állítjuk, hogy a házasságnak az értelmét csak a szaporodás és adja, és a, a, a férfi és a nőnek a kapcsolatát legitimál csak a gyermekvállalás fogja biztosítani, a gyermekvállalás teszi legitimá a férfinek és egy nőnek az egyesülését, csak emiatt olvasom föl, hogy van egy másik alapvető célja a házasságnak, az pedig az erkölcsös, Istennek megfelelő szexuális élet. Második verszaktól olvasom Isten igényét, de a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, minden asszonynak tulajdon férje, a feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének, a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást hanem egyelő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőtölésre, imádkozásra, azután ismét együtt érjetek, hogy a sátán meg ne titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Tehát ez azért fontos, mert a házasságnak, a, 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 a házas életnek a tisztaságát csak a gyermekvállalásban látták történelm során, de itt egyértelművé teszi, a hetedik fejezetben a Szentlélek, hogy a házasságnak még van egy nagyon fontos célja, a szexuális tévegésektől, bűnöktől való megőrzés, és nyilván öröm, de egyértelműen a nő és a férfi szövetségének a védelmét szolgálja. Tehát az, hogy olyan életet éljenek, amelyek kapcsolatosan a szexuális kívánságuk vagy egy szükségük is beteljesedik, ami alatt nyilván a Biblia, most nem akarok ezzel belemenni, nem csak szexuális kapcsolatot ért, hanem nem véletlenül, hogy az ilyen törvényes kapcsolatoknál a Biblia megismerésről beszél, tehát nem, hogy együtt, két szó használatos a Bibliában együtt hálnak, és a megismerés. A, a, a legitém, a, a, a Isten előtt a megismerés, amikor egy férfi és egy nő szellemben, lélekben, fizik és testben is egyé válik, tehát egy testé válik. Erről van szó. Ezt a Biblia megismerésnek nevezi, ez házasságon kívül ez nem tud megtörténni, mindig a házasságon kívüli, szövetségen kívüli szexuális kapcsolat a Biblia a, a, a hálásnak mondja, ami nyilván a, 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 a bűnnek a kategóriájába tartozik. Tehát a, ez is hozzátartozik, és éppen ezért annak jelen, hogy nagyon sokat beszélnek ma a szexualitásról, és ennek a, a szexuális életnek, tehát a házassági szövetség kereten belül van legitimitása a kinyilatkoztatás alapján. És szintén ez hozzá tartozik a helyre állításhoz. Erre azért utaltam, hogy világos legyen az, hogy az Isten a házassággal kapcsolatosan hogy határozott, mi az alapvető feladata és alapvető rendeltetése. És természetesen ebben a kapcsolatban a szeretetnek kell lenni a dominásnak, ahogy ibutartam rá, az e most arra nincs időnk, az Efézus belérkezét 5. fejezete részletesen is kifejti, hogy hogyan viszonyuljon a férje a feleséghez, feleség a férhez. Itt az alapvető dolog a, a feleség részéről az alávetés, de ez nem jelenti, hogy a fér despota lesz, a diktátor lesz, hanem a férj számára pedig ugyanaz a feladat, mint amit Krisztus el, te, megtett az egyházért, hogy önmagát adja a, 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 az egyházért, megszenteli, megtisztítja, fenntartja, szereti, tehát ápolja, gondozza, tehát a férfinak pedig ez a feladata, és ilyen módon egy egyensúly jön létre, egység jön létre, és olyan egység jön létre a férj és a feleség között, amely Krisztusnak és az egyháznak is egy előképe jele, hogy, hogy hogy a szellemi értelemben az egyház és az, a, a Krisztusnak a kapcsolata milyen lesz, és már ebben a folyamatban benne vagyunk. De menjünk tovább. Mit mond az Isten igéje a gyermeknevelésről? Mert mondtam, csak a lényeges dolgokra szeretnék utalni, azért, hogy ezzel kapcsolatosan ne legyetek közömbösen és ne gondoljátok azt, hogy olyan sokat hallottunk már, meg ez propaganda, erről veszekednek a pártok. Nyilván megértem, hogy ilyen nagy dologgal kapcsolatosan veszekednek, mert nagy tétről van szó. A nemzeteknek, családoknak, embereknek a jövőjéről van szó. Ugyanis ha jók működnek a házasságok és a családok, akkor van jövője a társadalomnak, van jövője a nemzetnek, és egészen biztos, hogy nagyon sok problémát egy nemzet meg fog tudni oldani. Nem mindet, de nagyon sok problémán úrá tud lenni. Ezért egy, -egy alapvető fontosságú. És ráadásul most egy pusztító-romboló mozgalommal is állunk szemben, amelyek a házasságnak a rombolását is célozza mert sokan feleslegesnek tartják, látjuk ugye hosszú évszakon keresztül, törvények védték a házasságot, büntet büntették a vállást. Majd utána jött egy olyan időszak, hogy a vállást úgymond tolerálták, nem büntették. Majd egyre nagyobb létszámban váltak el az emberek, és igazából a vállás az ugyanolyan, majdnem ugyanolyan dolog lett, lépés lett, mint a házassági hűség. Majd amikor a társadalomnak a döntő többsége romló összetört családból származik, akkor úgy látták sokan, hogy a házasságra is, a hagyományos házasságra semmi szükség nincsen, mert csak problémákat okoz bűntudatot, és így tovább, rossz kapcsolatokat, és próbálták az emberek más megoldást találni ezzel kapcsolatosan, és ennek ugye sokféle következménye lett. Szexforradalom már 60-as években, annak is lett egy folyamata, végül ideig jutottunk a progresszív ideológiához, vagy gender ideológiához, vagy genderőrülethez, és most ennél, ennél az államásnál tartunk ahol viszont már a gyermeknevelésről van szó, és ráadásul egészen meglepő számomra, hogy gyermekneveléssel kapcsolatosan nem annyira apák és anyák, atyák szólalnak meg a nyilvánosság előtt, akik, hanem, hanem sajnálatos módon szigli emberek, akiknek nem sok fogalmuk van, a gyermekneveléshez, és nagyon sok Magyarországon is, akik hangsúlyozzák és küzdenek azért, hogy a gyerekek óvodákban már kapjanak, úgymond érzékenyítő tanfolyamokat, nagyon gyakran az ilyen aktivisták közül elvédve találni olyan, amely rendezett házasságban vagy családban él. Nekem ez nem problémája, nem akarom őket megvetni, csak az a kérésem, hogy ne beszéljenek vele olyanba, amihez nem értenek. Egészen biztos, hogy a keresztények nem fogják üldözni őket. Tisztában vagyunk vele Isten igéjével, hogy kegyelemnek a korszaka alatt vagyunk. Nyilvánvalóan van erkölcsi értékítéletünk a cselekedetekkel kapcsolatosan. Tudjuk, hogy mi, mi hová, milyen kategóriába tartozik. De azt gondolom, hogy nagyon nem ferm, korrekt dolog, hogy a gyermekeket vállaló szülőktől, a, el akarják venni a gyermekek nevelésének a jogát, és ők akarják megmondani, hogy a gyermekeink milyen, vagy unokáink az óvodákban, iskolákban, általános iskolákban milyen nevelést kapjanak, például a szexualitással kapcsolatosan. Ők abból indulnak ki, hogy ők fel, felvilágosultak, mi meg vaskalaposok vagyunk. Ők tudják a tutit, mi ostoba, sötét emberek vagyunk ez az ő előítéletük. Ez egy mitosz. Én nem ítélem meg őket ilyen keményen, mint ahogy ők megítélnek bennünket, de egyre ragaszkodok, hogy vegyétek el a kezeteket az unokáinkról és a gyerekeinkről. Nos, következőt, mit mond Isten igéje? Efézus belélkezét levél hatodik fejezete, Következőt mondja a gyermekeknek a nevelésével kapcsolatosan, negyedik verszak, hogy ti atyák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, ezt provokációnak is mondja fordítják más helyen, tehát olyan ingerlésről van szó, amivel kapcsolatosan gyerekek elveszítik az életkedvüket. A gyerekeket megfosszák az életkedvüktől, ez sokféleképpen tud lenni, például megbotránkoztatások által, akkor nyilván a gyerekek súlyos lelki, személyiségi sérüléseket szenvednek el. Sajnatos módon ez e, e, ilyenek széles körben jelen vannak a társadalomban. De ez is összefüggésben van a rossz házasságokkal házasságok és a családok szétesésével, és ezzel a kapcsolatosan a feladatunk micsoda, egy szóval érve a helyreállítás. Tehát hogy ugyanez a gyermekneveléssel. És a gyermeknevelésben a helyreállítás nem az a megoldás, hogy adjuk át az államnak a gyermeknevelést, vagy adjuk át a LMBTQ szervezeteinek, a gyermekeinknek a nevelését, hanem arról van szó, a Jézus Krisztus neveljétek az Úr tanítása, és intése szerint. Tehát ez a legfontosabb, hogy a, meg kell érteni a szülőknek, hogy a nevelés és a tanításnak, vagy a fegyelmezés szerepel az eredetiben, ezt a felelősséget nem adhatják el. Nyilván átadja, átveszi az iskola a bizonyos részét, átvesznek bizonyos például a katonaságban, az is átvesz, de természetesen a legfontosabb a felelősség a szülőkön áll és a szülőknek ezt a felelősségét hordozni kell, élni kell ezzel. És ez így volt az Ószövetség ideje alatt is. A példabeszédek, hogy mit értett konkrétan a tanítás alatt. Az példabeszédek első fejezet, nyolcadik verszaka következőt tartalmazza. Hallgast, fiam, a te atyádnak az erkölcsi tanítását, itt a fegyelmezés szerepel, a fegyelmezés intés szerepel, és a te anyádnak az oktatását, illetve tanítását itt a Tóra szerepel, és el ne hagy. Figyelitek, tehát itt pontosan az ószövetség, a, a, a neveléssel, oktatással kapcsolatos feladat megosztásra teszi a hangsúlyt. Nyilvánvalóan nem kell ezt a felosztást mereven értelmezni, mert nyilvánvalóan az atyáknak is feladatuk az hogy a tórát tanítsák az, a, a gyermekeikkel, de meg kell érteni, hogy a gyermekeknek a fegyelmezése, tehát a fegyelmezés alatt nem Csihi-puhi verés kell érteni, hanem a lázadással, lázadástól való megvédés, hogy a lázadás szelleme ne kerüljön a gyermekbe, és az engedelmességre való szoktatás, illetve tanítás jelent. Engedelmességre való szoktatás, tanítás jelent. Nyilván jó értékekre vonatkozik, mert a Tóra, a Tóra az ugye a Mózesnek a könyvére is vonatkozik. A Tóra egyben a törvényt is jelenti, és a tanítást is jelenti. És egyértelműen bizonyos korban, hogy különösen az anyukáknak van nagyon fontos szerepük ebben, hogy a törvényt tanítsák. És nyilvánvalóan, hogyha összerakjuk az Ó és az Új Szövetséget, akkor a parancsolat is beletartozik, nyilván a törvény is beletartozik, az ószövetségi történet, de látjuk például Timóteushoz írt levélben, hogy egy csodálatos példát mond Pálapostól Timóteussal kapcsolatosan, annyit csak Timóteusról, hogy az apja Goly volt, de a mamája, anyukája zsidó volt, és nyilvánvalóan, hogy a papa nem nevelte Timóteust, de viszont utal a Pálapostól, hogy mivel a Pálapostól ismerte az anyját, ismerte a nagyanyját, ezért a, a, a megdicséri Timóteust, hogy ugyanaz a hit szelleme van a Timóteusban, mint ami van az anyjában, és ami van a nagymamában. Vagyis mit jelent ez, hogy a generációk átadták az evangéliumi hitet és a Tórát? az evangéliumot és a tórát. Hogy például, hogy a gyerekekkel megtanították a tórának a legfontosabb eseményét, ugye ezzel állnak összefüggésbe parancsolatok, az leginkább most közeledik a Pészák, a húsvét. Ugye a Pészaki vacsora az, ami igazából bizonyítja, hogy minden évben, ugye, amikor meg leültek, és megemlékeztek arról, hogy az Isten hogy hozta ki Izrael fiait Egyiptomból, ugye az Istenek a rendtartása szerint berendezték a lakást, kovásztalanították, stb. meg volt a báránynak a elkészítése, és leültek, és a gyermek megkérdezte az atyát, hogy mit ünnepelnek, és akkor az atya újra elmondta, mit mondott el az Exodusnak a történetét, hogy hozta ki Isten Izrael fiait. Tehát ez az egyik, ami rendkívül fontos, hogy már kettő, három, négy, öt éves korba a gyermekek ezt hallják, mert nagyon fogékony a szellemük, bennük marad a szellemükben, és nagyon szeretik a gyerekek az Istennek a beszédét, nekem ez a tapasztalatom. Sajnos, sajnos a legérzékenyebb korszakot, Némely szülő kihagyja, nem foglalkozik a gyermekeikkel, azt hiszi, hogy van a gyermeknevelésnél fontosabb dolog. Van fontos dolog, de a gyermeknevelést nem lehet elhagyni. Be kell vetni, nem lehet a gyermeknek a szíve üresen. Még akkor is, hogyha az értelmével teljesen nem érti. De a gyerekben már ott van a szelleme, és ráadásul a szelleme nagyon érzékeny, nagyon finom, és az Isten igéjében is szellem van, és az Isten igével lehet erősíteni a gyermeknek a szellemét. Nem véletlenül a szövetség idej alatt 7-8 éves zsidó gyerekek már fújták a, Bibli fújták a Tórát. Meg a, így van ez az ortodox családokban is és ehhez jön az evangélium. Az evangéliumban meg természetesen, amiről beszéltem, az üdvözítő hit a kulcsa. Mert az üdvözítő hit, ahogy eltorzul és elszakadnak az emberek az üdvözítő hittől, utána az egész keresztény, mert a kereszténység egy jól, jól megszerkesztett épület. Megvan a fundamentuma, megvan az építménye, megvan benne harmónia, hogy az üdvözítő hittől elszakadnak az emberek, részekre omlik, és látjuk az ilyen embereknél, hogy a gondolkozásukban, életvitelükben, életminőségükben hihetetlen zavarok állnak be. Nem tudnak fejlődni. Gáncsoskodnak, akadékoskodnak, vitatkoznak, érvelnek, ahogy mondja a Biblia, hitre nézve nem becsületes emberek lesznek. Ezért vigyázz, vigyázz, tartsd meg a hitedet a szívedben, ez pedig nem tud megtörténni, én sem tudom megtartani, csak a Szentlélekkel való közösségben, mert a Szentlélek őrzi a szívünket hit űralma alatt. Talán van annyi időnk, és rátérek röviden, a másik nagyon fontos területe, amit az, a, a, mondtam, hogy a front területek, amit euh, intenzív a, a, a szellemi küzdelem, az a nemzeti identitás, nemzeti államnak is lehet mondani, illetve a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, ez a következő terület. Az Abcsel 17 világossá teszi, hogy, és nyilvánvalóan az öt múzest ú, ö, ismétli el Pálapostól, illetve fogalmazza meg újra a Szentlélek által az, a, a derék görögöknek, hogy értsék meg, mert ugye a Nagy Sándornál időben, mert elkezdték az emberiségről, mint egységről, egészről beszélni. És már a Nagy Sándornak az volt a terve, a látomása, hogy az etnikai határokat megszüntetni, és egy családdá testé szervezni az emberiséget. Tehát ez egy, ez egy régi eszme. És nem véletlenül, hogy Pál nagyon fontosnak tartotta, hogy ezzel szemben a, az Istenek az álláspontját nyilvánvalóvá tegye, hogy ezzel kapcsolatosan mit mond Isten. 26. versszakot nézzük meg, amely tartalmazza ezzel kapcsolatosan a pálapos, a, a témánkkal kapcsolatosan Pállaposnak a kijelentését. Az egész ember, tehát itt a, az egész ember, itt az, egé, az emberiségre kell gondolni. Nemzetséget, itt a görögben eredetileg etnos, et, etnos szerepel, tehát a nemzeteket, tehát szerepel az, egé, az emberiség, és az, a, 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 arról beszél, hogy az etnikumokat egy vérből teremtette. Tehát az a lényege, enne, ebben, a jelentés, ebben a kielentésben is benne van az, ami pontosabban megtalálható az 5 Mózes 32 fejezet 7. 8. verszakában, hogy igen, egy egész az emberiség, de az emberiséget Isten felosztotta etnikumokká. Tehát etnikumokból áll az emberiség. Következőt, mondja Pál Lapostól, hogy az etnikumokat egymástól határok válasszák el. Ez a másik jelentése. A harmadik jelentés az itt lakásoknak az idő tartamára vonatkozik, hogy az sem végtelen, hanem az etnikumoknak a földön való itt lakásuknak az idő is megvan van határozva Isten részéről. Tehát még egyszer, tartalmaz az eredeti állítás illetve az eredeti állítás 5. Mózes 32. 7. és a 8. fejezetben található, ahol világosá teszi, hogy az emberiséget Isten felosztotta nemzetekké. Azt mondja az emberiség egy. Ez a görögöknek nagyon fontos volt, ez megegyezik többnyire a helléneknek a felfogásával. De az utána folytatja, hogy az emberiséget Isten felosztotta etnikumokká etnikumoknak az összességéből áll az emberiség. Az etnikumokat határok válasszák el egymástól. Etnikai határok, földrajzi határok, kulturális határok, és így tovább. Harmadik állítása Pálapostolnak, hogy a etnikumoknak az itt lakása, tehát erre korszakra, ajorra vonatkozik, Isten által van meghatározva. Tehát van kezdete, és van vége. Utána a következő nagyon fontos dologgal foglalkozik, hogy mi az etnikumoknak a földi feladata, a fő feladata, sok feladata van. Itt Pál Lapostól e kettő dolgot emel ki. Az, e az etnikumoknak a fő feladata, a Földön, az Istennek a keresése, a második a megtérés. Nos, tehát ebből viszont mi fakad, hogy a legfontosabb emberi jog, micsoda? Micsoda? A vallásszabadság. Erre kell, hogy épüljön a többi emberi jog. Ez a támadás alatt van, tehát ezért mondtam nemzeti identitás, nemzeti állam, mert a, a újra a birodalom építése zajlik. És mi ennek a világbirodalomnak a sajátossága, ami miatt okkal figyelmeztetünk mindenkit, hogy nagyon vigyázzanak a világbirodalmak támogatására. A Bibliában a Dániel könyve alapján olyan világbirodalmat sorol föl a Szentlélek, amely elsősorban izrael a kapcsolatban. Az első ugye a babiloni birodalom. A második mét Perzsa, harmadik a görög hellén és jön a negyedik birodalom. Amit mi gyakran rómainak mondunk, de ilyen nem szerepel a Bibliában, hogy római, hanem negyedik birodalom szerepel. Miért így szerepel a negyedik birodalom? Azért, mert a negyedik birodalomnak van egy korai változata, amit az apostolok éltek meg, és van egy késői formációja. És a Dániel proféta hetedik fejezete a késői változatával foglalkozik, amikor is a tíz új, lábújról, lábfejről van szó, tizújról van szó, és nézzük meg, hogy ennek a birodalom, hogy van-e okunk arra, hogy a birodalom építésével kapcsolatosan minél nagyobb ellenállást fejtsünk ki, mert valóban a Biblia alapján ennek a birodalom, ez a birodalom veszélyezteti elsősorban a nemzeti identitást, a nemzeti határokat, valamint a zsidó-keresztény kinyilatkoztatást, és éppen ezért a mai globalizmussal szemben, amely egyértelműen világbirodalom létrehozása a be nem vallott, vagy bevallott célja, és napjainkban egy nagyon nagy előrelépés történt a, ezen a területen. Nézzük meg a Dániel hetet, hogy mit mond erről, a negyedik birodalomról, hogy mi ennek a sajátossága. Hetedik fejezet, hetedik, nyolcadik verszak. Láttam az éjszakai látomásokban, ime a negyedik állat, az állat a vadállat, az birodalmat jelent, ebben az esetben, ebben az ő szöveg összefüggésben. Rettenetes és iszonyú, gyorsan mondom is, a rettenetes az, hogy félelemkeltő, tehát az, az uralma, az elnyomása megfélelmítésen alapul. Tehát a félelem miatt rendelik alá a, a nemzetek magukat ennek a birodalomnak. Ugyanez az iszonyú, hasonló jelentéstartalmú kifejezést tartalmaz. Rendkívül erős, itt az erős alatt a keménységet kell is érteni, tehát a, a, a kegyetlenségét, a, az érzéketlenségét, hogy érzéketlen, kemény, kegyetlen, tehát ahogy halad előre. Vasfogai val, valna, fogai voltak, vagy lesznek, falt és zúzott. Itt, a, ahogy felemészti a nemzetek, azt arról tartva, hogy felemészt, és szét töri, szét zúzza a, a, a földet, illetve a következő, a maradékot lábaival összetapossa. A lábbal való taposás az a elnyomásnak a, a jelzi, tehát a lábbal való taposás az azt jelenti, hogy alárendeli a maradékot, vagyis Izraelt alárendeli egy szekuláris, istentelen világi kormányzásnak, holott Izraelt ugye tudjuk, hogy Isten nem engedte meg, hogy a többi nemzetek közé számláltassék, szuverenitásra hívta el Isten az ez Izraelt, ezt a szuverenitását fogja teljesen megfelszámolni, és alárendeli a, a világbirodalom a maradékát, a maradék elvéről is hosszan kellene beszélni, de higgyétek el, hogy ez Izrael maradékára vonatkozik ebben az összefüggésben, tehát összetapossa tehát alá rendbeli és teljes mértékben az irányítás az ő kezébe lesz. Ez egy szörny állat, elmondja, hogy tíz szarva van, és mondja, hogy a szarvakat szemlélem, másik kicsi szarv növekedik, azok között három ebből a szarvak közül kiszakadtak előtte, ugye a világ diktátorának a megszületését írja le ilyen módon. Íme ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarban, és nagyokat szóló száj. Tehát a következő a nagyokat szóló száj az arrogáns beszédek, kevés beszédek, a gőgös beszédek, és nyilvánvalóan ezek az arrogáns, káromló beszédek az Istennek a személyét sértik. Na, erről a szörnybirodalomról birodalomról akar többet tudni Dániel, és a 23. verszakban ad Isten több kijelentést erről. Így szól. A negyedik állat negyedik ország lesz a Földön, amely külön lesz minden országnál, megeszi az egész Földet, eltapossa és azt. Most az egész földdel kapcsolatosan ugye vannak értelmezések, azt hiszik hogy az egész világot, nem tartom én ez valószínűnek, de egyértelműen, hogy az ígéret földjére biztos, hogy vonatkozik. A másik dolog, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy a nyugati világ ebbe bele fog tartozni, például jelen pillanatban sajnálatos módon, nagyon rossz ez a háború, az imádkozatok minél elő vége legyen, de az egyik nagyon súlyos következménye a világnak a kettészakadása. Tehát itt is látjátok, a taposát szétszúzás. A szétszúzás alatt, tehát az etnikai közösségeket, etnikai etnikumoknak a kultúráját, szokásai társadalomnak a, 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 kohéziós erejét, és nyilvánvalóan beletartozik, micsoda? a családnak a, a szétszúzása is. Hogy ez azért sokan nem érték, hogy miért nehéz boldognak lenni ma a házasságban és a családban. Az egyik fő oka, hogy ezzel szemben ellenséges kultúrában élünk. A kultúra család ellenes, ami most van, uralkodó kultúra, az család és házasság ellenes. És ma, aki boldog házasságban akar élni, annak erre a kultúrára hát nemet kell mondania, ahogy, és Isten kell felépítenie a házasságát és a családját. Másképp nem tudja ezt másképpen megcsinálni. Olyan kultúra van, hogy szétszúzza. Megeszi, tönkreteszi, elviszi a férjedet, ellopja a feleségedet. Következő, szintén beszél a tíz szarból. Elmondja, hogy ugye hogy emelkedik ki ebből egy, illetve hogy támad eb ezek mellett egy, aki három királyt fog megalázni. És a 25. versszak, hogy szól a felséges ellen, magasságos egek szentjeit megrontja, itt a megrontás helyett az eredeti kifejezés sanyargatás szerepel, tehát nem feltétlenül fizikai megsemmisülésre kell gondolni, de egészen biztos, hogy fizikai üldözésre is sor kerül, de itt elsősorban sanyargatásra fog sor kerülni, és nagyon fontos jellemzője, megváltoztatja a törvényt, az elindult, a törvénynek a megváltoztatása jelen pillanatban. Nem csak a törvény szegésről van szó, hanem a törvénynek a megváltoztatása. Egyértelműen, hogy a például a szexuális törvénynek a megváltoztatása a nyugati kultúrában ma az egyik legfontosabb olyan célja a hatalomnak, amit igyekszik rákényszeríteni a polgárokra. Eddig az egyének lázadtak a szexuális törvények ellen, de most az a változás áll be, hogy a politikai hatalom, államhatalom a jogalkotó hatalom kényszeríti rá az emberekre a szexuális bűnöket, mint hasznos jó dolgokat a társadalomra. És igazából a magyar társadalom még ebben nem érintett, bár nagy harc zajlik, hogy itt is ugyanez legyen, a szavazatok úgy, hogy ettől még maradjunk távol. Te felteszed a kérdést. Hát Sándor, úgy is meg lesz ez, hogy összeomlik a hagyományos nemzeti identitás és kultúra. Akkor miért állunk ellen? Azért állunk ellen, és azért fontos az ellenállás, hogy ezzel szembe menjünk, mert időt nyerünk. Azért, hogy az időnyerést fel tudjuk használni, hogy minél több ember számára az evangéliumot tudjuk hirdetni. A dolgokat nem tudjuk megváltoztatni, majd az Úr jön, ő megváltoztatja, de ez meg fog történni. Magyarországon is meg fog történni, de egyáltalán nem mindegy, hogy 2000, holnap, kezdődik -e? vagy pedig tíz év múlva, vagy 20 év múlva. Világos? Vagy négy év múlva, vagy nyolc év múlva. Most időt kell lopni a sátántól. Tehát visszatérve a 25. verszakra, hogy megrontja, tehát sanyargatja a szenteket, az időket megváltoztatja, az úrnak az ünnepeit fogja megváltoztatni, és teljesen más ünnepeket fog helyére állítani, és ugyanúgy a törvénynek a megváltoztatása, és ilyen módon teljes mértékben a Bibliának a átértelmezése és megváltoztatása, a kinyilatkoztatásnak a megváltoztatása, illetve eltörlése is szere, szerepel a programjába. Jó hír az, hogy nagyon rövid ideig fog uralkodni három és fél évnél többet nem kap Istentől. Tehát ez az az idő, amikor nem szégyelhetjük Istenek a beszédét, hanem bátor, hitvalló keresztényként kell élnünk Isten dicsőségére, és meg fog őrizni, áldani bennünket Isten. Amen.